Sziasztok srácok, itt Zsomász, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. A mai videó egy kicsit más lesz, ugyanis ilyen még nem volt, ugyanis megrendezésre került tegnap a Magyar Brawl Stars Ligának az első része, tulajdonképpen, és mi is az a Brawl Stars Liga, meg mit is kell erről tudni. Most az a helyzet, hogy Almás Peti, Isu, valamint Oliver Dom, valamint még két srác, akit nem ismerek, megszervezték az első Magyar Brawl Stars Ligát, amiben a top 10 legjobb magyar klán van benne. Ez nem teljesen a top 10, és van, aki nem, valamilyen klán nem válaszoltak, és nem jelentkeztek így a versenybe, valamint egy csapatot kizárásra került a szabályok megsértése miatt. Úgyhogy, hát nagyjából a 10 legerősebb klán az országban részt vesz ebben, köztük az én klánom is, akik, illetve mi, akik egyébként lokál top 3-ak vagyunk Brawl Starson belül. És az a helyzet, hogy az első forduló ennek tegnap ment le, és 10 forduló lesz összesen, mindegyik klán játszik mindegyik klánnal, és ezt közvetítettem le a Facebookon. És azt kell mondjam, hogy nagyon izgalmas a sikeredet, nagyon-nagyon állat volt, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kis mozgalmas livestream volt, úgyhogy gondoltam, hogy ebből egy ilyen válogatást játszok be, ugyanis az én klánom harcolt, úgyhogy én kommentáltam a dolgokat, úgyhogy nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez videó formájában ezt megmutatom nektek. Két fontos linket fogok rakni a leírásba, a Facebook linkemen kívül, ahol ugye ez az egész team lement. Az első az Almás Petinek a videója, aki jobban elmagyarázza, hogy mi is ez a liga, mit kell róla tudni, stb. Ez egy videó lesz, ott van a link a leírásban, valamint egy Discord link ennek az egész community-nek, ennek az egész versenynek, az egész Brawl Stars ligának. Van egy Discord szervere, szóval annak is a linkjét ott hagyom a leírásba. Szóval három fontos link a Facebookom, ahol a streamek mennek és a következő streamek lesznek, és valószínűleg, még nem tudom, de nagy valószínűséggel mindegyiket fogom streamelni, illetve én szeretném streamelni. Minden vasárnap van egyébként, és én mindig részt vesz a klánom is, és majd én is részt fogok venni benne valamikor. Ez az első link ugye a Facebook, a másik link Almás Peti videója, ahol mindent elmagyaráz, a harmadik link pedig a Discord link, úgyhogy ennyi lettem volna így a videó elejére, úgyhogy jó szórakozást szeretnék kívánni mindenkinek. Ehhez szerintem nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt, úgyhogy tényleg jó szórakozást, nézzétek! Megy a mérkőzés! Spectate, gyerünk, úristen, indul! Na, elindult az első mérkőzés, Jesus Christ, leveszem a zenét, nem tudom, mi történik, csomót kellett várni, késés volt, hogy nem tudom, a Gyuri, Peti és iWolfi képviseli a klánt tulajdonképpen, 13 spectator van, ami eszméletlenül sok, tehát MH, nem tudom, hogy nézzék, hogy hívják a NMI-s srácokat, tehát nagyon fura nevük van. Wolfi megpróbál rámenni a Bálira, de nem sikerült. Peti visszahúzódik, egy Jean, egy Bo, úristen, nagyon szépen kinyírták sajnos Petit, és Wolfi is meg fog halni. Ajaj, bajban vagyunk, viszont Gyuri kinyírhatja a Bálit, de nem, és 9 gem, és elindult a visszaszámlálás, sajnos az NMI klánnak megvan a 10 gem, úgyhogy valamit nagyon kell csinálni, viszont bárkit megölnek már, akkor az elég lesz, úgyhogy szerintem rá fognak menni. Ott is van, sikerült visszahozni a dolgot, 90 HP-ja van Wolfinak, viszont fut el, de nem tudták megölni, most meg tudták ölni a franc gyermek, úristen, és újból visszaszámlálás van, szóval nagyon kevés HP-ja van a Bullnak, és pont túlíli, és nem sikerült, viszont Peti kinyírtam, nagyon szép, el is indult megint a visszaszámlálás az enemy-nek. Jesus Christ, mennyire szoros mérkőzést láthatunk itt, és Wolfi próbál egy kicsikét kempelni, de meghalt, a francba nem tiltottam le a TikTok értesítéseket, a franc egyemek, 13 gemük van már a srácoknak, nem látom, és lejárt az idő, nem, utolsó pillanatban sikerült, és a töret kinyírja a Jean-t, gyerünk Peti, ajra Peti, nem, meg fog halni, nem, mi történik? Jézus Krisztus, mi ez a mérkőzés? 17 gemje van az enemy teamnek, 16 gem van, és Wolfi felszedte a gemeket, és Wolfi fut, és Wolfi elfutott 16 gemmel saját magánál, és fut, és úristen, és megnyerhetjük, mennyire szoros mérkőzés, úristen, és elfutott Wolfi 16 gemmel, 5, 4, 3, 2, egy, és megnyertük az első mérkőzést, el se hiszem, GG srácok, uram, isten, uram isten, nem volt hangja a játéknak egyébként, vagy volt, vagy nem hallottam, nem tudom, Jézusom, Jézus Krisztus, mi volt ez a mérkőzés, atya,
Gatya! Jézusom! Azt a leborult szivar végét. Hát srácok, ez mi volt konkrétan? 1-0 ide! 1-0 ide! GG srácok! GG! Wow! Ott is van a második mérkőzés, már pont inni akartam, de indul a második mérkőzés. Brawl Ball, nézzük csak. El is indult a Brawl Ball mérkőzés, egy Shelly, Jesse és Rosa kombót hoztunk, az enemy pedig Penny, Rico és Ems kombinációt hozott el. Nagyon gyilkos, nagyon idegesítő kombó mindenféleképpen, és rá is megyünk, és ott van a labda, az a baj, Peti véd ki, Peti véd ki, úristen, nagyon szép defense láthattunk Petitől, Gyuri jön újból, újraélet, nézzük csak, hogy mi lesz a második mérkőzés, az automata spectate az kicsit most meghalt, vagy én nem tudom, sikerült megölni egy játékost, Peti ott van a labdával, és Gyuri bevégzi a Pennyét az enemy csapatnak. Nagyon szép, egyelőre 1-0 az állás, szóval még egy mérkőzést jó lenne megnyerni minimum, így a közeljövőben, és ott van, és ott, és ott van, iWolfi belőtte az elsőt, GG, megvan az első gólunk, nagyon szép, most már csak még egyet kell belőni, és meg is van a kettő, és iWolfi meghal sajnos, Gyuri viszont szépen bevégezte a Pennyt, most már csak Gyuri van életben, bajban van, és ő is meghalt, és 1-1 az állás, ajaj srácok, nem baj, nagyon-nagyon szép volt, 23 spectator a játékon belül, egyszerűen eszméletlen, srácok hajrá, húzzátok be, iWolfi vigyázz, meg fogsz halni, ha nem vigyázol, és ott van sajnos iWolfi meghalt, Gyuri is bajban van, iWolfi, Peti, bocsánat, az előbb volt iWolfi, és belőtték. 2-1, megnyerték a Brawl Ball mérkőzést, sajnos nagyon szépen indítottunk 1-0-ról, viszont sajnos belőtték azt a második gólt is. Hát sajnálom, hogy nem lett meg, átírom az eredményt. Ráj, a francenye meg, de nagyon szép volt. 1-1 az állás, úgyhogy gratulálok az ellenfél csapatának. Szoros a mérkőzés, remélem azért még ezt meg tudjuk nyerni. A pontozást pontosan nem tudom, hogy hogyan történik őszintén, úgyhogy ezt a Discord szervert meg Peti videóját nézzétek meg ezzel kapcsolatban. Hát 1-1 az állás sajnos. Ó, el is indult. Brawl Stars spectatorunk. Hát abban a pillanatban, hogy elvettem a képet, már el is indult a következő mérkőzés. Szóval most Bounty-t láthatunk, beloptuk 1-0, tehát 1-0 az állás jelenleg, az első csillag a miénk lett, és egy Dynamite Mortis Penny kombinációval jövünk, az enemyben pedig egy Tick van, egy Brock van, és egy nem látom a harmadikat, egy másik Dynamite, úgyhogy hajrá srácok, 1-0-ra vezetünk, hogyha nem történik, nem ölünk meg senkit, illetve nem hal meg. Oh yes, nagyon szép, Gyuri behúzta. Gyuri elmenekült, és sikerült túlélnie. Gyurinak 3-0 jelenleg az állás, úgyhogy jók vagyunk, és tudja sakban tartani Wolfi nagyon szépen az enemy blokkot, és hát Peti nem túl sok mindent tud csinálni jelenleg, ugyanis hát egy tick, valamint egy Dynamite támadta meg nagyon szépen, és van ultia már az enemy Dynamite-nek, szóval azzal nagyon-nagyon vigyáznunk kell. 1 perc van már csak hátra a mérkőzésből, és Gyuri vajon rámegye? Nagyon szépen rá is ment, és megöli vajon, nem öli meg, inkább elmenekült. Nagyon szép kirobbantottuk a falat, 2000 élete van a Dynamite-nak, és nem sikerült megölni. Nem baj, egyelőre mi vezetünk, csak nagyon könnyen elveszhetjük, és meghalt a Dynamite, 5-0 az állás. 45 másodperc van már csak hátra, nagyon izgalmas a mérkőzés. És nagyon szép volt az enemy Brock, viszont elvesztette, illetve elpazarolt az ultiát. Vajon Peti megöli-e? Jézusom, nagyon izgalmas. És megölte Gyuri az enemy Brockot ismét. A csapatomból még senki nem volt meg. Nagyon ügyesek a srácok. És 23 másodperc van már csak hátra. Wolfi megint megindult. Gyuri pedig mindjárt elnyomja az ultiát szerintem. De nem, és ott van 400 élet, ott is van, 9-0 az állás, 11-0, a srácok egyszerűen nem tudnak meghalni, viszont jön a Tick ulti, de az sem elég, 6 másodperc van már csak hátra, és 15-0, és Wolfi meghalt az utolsó pillanatban, 15-5-re behúztuk a Chase mérkőzés, nagyon-nagyon szép volt, srácok, gratulálok mindenkinek a csapatomból, Gyuri, Wolfi, Peti, nagyon ügyesek voltatok, és ezzel átvettük a vezetést, a Bio 5-ben most már 2-1 az állás a
klánom javára, úgyhogy ügyesek voltatok, srácok. Ujjúj, elindult a mérkőzés, ott is van, na nézzük, srácok, hogy sikerül-e 3-1-re elverni. Nézzük csak, el is indult a következő mérkőzés, ú, de nem szeretem ezt a mappot. És Wolfi pedig itt elpattogott. Peti, bulla van, Wolfi egy, hát egy, mi ez? Dynamite-kal, Gyuri pedig egy Nitával. Jött enemybe pedig szintén egy Bull, egy, szintén egy Dynamite, valamint ott egy Bibi található meg. Ujjúj, Wolfi meghalt, és megöljük viszont mi a enemy Bullt. Nagyon szép, és Gyuri is meghalt, sajnos. Ezt egymás széféhez még annyira nem tudtunk hozzáérni. Mi valahogy 90%-ra le tudtuk vinni, azt, hogy ez hogyan történt, azt nem is tudom őszintén szólva. Viszont ez lehet talán az utolsó mérkőzés, hogyha sikerül ezt megnyernünk, akkor nincs már több mérkőzés hátra. Ujjúj, nagyon megindult az enemy team, rá is dobtak, ott is van a Bull, ajjaj, bajban vagyunk. Viszont sikerült kivédeni egész normálisan, 70%-ra legyengítettük az enemy széfét, 64-re, most 4%-kal mi vezetünk egyelőre, viszont ez nem elég, ugyanis hosszú távon biztosan nem lesz elég. Gyuri vajon túléli-e? Igen, Gyuri túléli, elfutott, feléled kicsit jobban, és rádobja a széfre a medvéjét, nem dobja rá, csak védekezik. Viszont Gyuri betámadja, ó, ott a Hyper Bell, nagyon szép, 50% viszont ők 40%-ra levitték a mi tornyunknak, nem is tornyi, ez nem Brawl Stars, nem ízik leső el ez, hanem hisz, 30%-nál járunk, és rádobta megint a medvét, ott is van a medve, gyerünk medve, bízok benned, 20%, 19%, 12% élete van a mi széfünknek, nem tudom mi történt, ott kempel, 19-12%, nagyon szoros ez mérkőzés, gyerünk, Wolfi két bombát rádobott, 9%, hajrá srácok, 9-12%, nagyon-nagyon szoros a mérkőzés, srácok, húzzátok be, 3% különbség van, ajjaj, jön a bull, állítsuk meg, nagyon szép, jön a Bablugám, 4000 életünk van, jön Peti, Wolfi vajon behúzza, rádob egyet, rádob kettőt, 200 HP, Peti gyerünk, és ott van, srácok, ott van, megnyertük, 3-1, ott van, úristen, behúztuk, sikerült az első Brawl Stars Liga napon behúzni az első BO5 mérkőzését a klánomnak, úgyhogy át is írom az eredményt, 3-1-re. Megvertük a Masters of Hun klánt. Úristen, srácok! Úristen, mekkora meccs! Mekkora meccs volt ez is, hát el nem hiszem! És ez, srácok, ne felejtsétek el, ez még csak az első hét! 10 héten keresztül fog ez menni! 10 egész héten keresztül fog ez menni! Hát nem hiszem el, óriási gratuláció a srácoknak! Óriási, egyszerűen eszméletlen volt, hogy mit mentek! Úristen! GG! GG, ah.